nem kaptam céges cilindert. Sziasztok! Szilágyi Péter vagyok, és a Ustream-nél vagyok projektmenedzser. Nagyjából a tavalyi évben az volt a feladatom, hogy szabadalmakat gyártsak, vagy hát ezek fölött bábáskodjak a cég számára. Röviden arról, hogy mire lesz itt szó, ez nekem legalább annyira segít, mint nektek, hogy mi is ez a szabadalom, és mi az, amit lehet vagy érdemes szabadalmaztatni, illetve hogy néz ki az USA szabadalmi rendszere, ezt mi erre még nem tértem ki, de ugye mi Amerikában gondolkodunk alapvetően, hogyan csináltuk mi ezt a cégnél, és hogy mire volt ez jó. Szóval a szabadalom az, hát azért alapvetően gondolom mindenkinek ismert, a két kulcs rész az, hogy ez egy korlátozott monopólium, ami azt jelenti, hogy exkluzív jogokat biztosít a tulajdonosának, viszont korlátozott ideig. Gas kérdezte tegnap Twitteren, hogy ez milyen hosszú. Amerikában ez 20 év általában, vannak eltérések. És annyira komolyan vették, hogy ez ugye az alaptörvényben is itt van, egy tipóval, amit most már nem fogtok látni. Mit lehet szabadalmaztatni? Ja, itt jönnek a kicsit az érdekesebb részek, mert az, hogy mondjuk gépet, meg gyártási terméket, az így oké, anyagszerkezet, mondjuk gyógyszerek, ilyesmi, viszont folyamatot is. És ez az, ami kevésbé szokott így az embereknek rögtön eszébe jutni. Amit viszont nem lehet, például ilyesmit, hogy természeti törvény, ugye a law of gravity, nem igazán szabadalmaztatható, vagy jelenség. Ami még érdekes az amerikai rendszerrel kapcsolatban, hogy 2013-ban vezették be, kis buták, first to file rendszer, tehát hogy aki először leadja a szabadalmát és rajta van az időbélyegző, az fog majd hozzájutni ehhez. Ez később majd fontos lesz. Ugyanis van ez a dolog, amit szoktatok látni esetleg dolgokon, hogy patent pending, vagy valamilyen rövidítés, meg hosszú szám, meg egyéb ilyen cuccok. Ennek az a lényege, hogy ez a mi számunkra is fontos, két külön részlet, ez pont van, az úgy normális vagy hagyományos szabadalmak, ez így tök jó, az a 20 éves dolog, meg van az úgynevezett provisional patent. Provisional patent az arra jó, hogy az egészen úgy viselkedik és úgy működik, mint egy igazi, de egy évig tart. És ez az a módszer, amivel meg lehet oldani ezt a first to file részt, hogy az ember először lead egy ilyen idéglenes, ilyen kis provisional szabadalmat. Ez két okból is jó, egy olcsó, nem olyan drága, sokkal kevesebb díjat kell érte fizetni, és a kettes, hogy nem vizsgálják olyan szigorúan, mint az igazi szabadalmakat, nem nézik meg például, hogy már beadtak-e korábban valami hasonlót, vagy ilyesmi, és ez arra jó, hogy időt ad arra, hogy kidolgoz egy rendeset, ezzel foglalkozz, megnézd, esetleg kutatást is végezz az irányba, hogy oké, ez vagy sem, és utána egy éven belül be kell nyújtani egy valósat, az a drágább, viszont akkor már van egy alapod arra, hogy látod, hogy ezt érdemes-e, hogy van-e értelme ezzel foglalkozni, és utána ennek alapján, mivel te már ezt benyújtottad, ezt az idéglenes szabadalmadat, az az időpont számít, amikor ez beérkezett, és tiéd lehet, tiéd a nyert ügy. Ezt mi konkrétan úgy csináltuk, hogy gyakorlatilag minden olyan ötletet, amit úgy éreztünk, hogy szabadalmaztatható, arról írtunk egy ilyen provisional patentet, ebből tavaly 6 ment be, és el is fogadták, és utána akkor van egy év arra, hogy ezt kidolgozzuk, és utána kapjunk igazi rendes szabadalmakat. Ja, hogy nem megy ez az irány. És hogy hogyan csináltuk? Alapvetően az volt a cél, hogy ezek ilyen kicsit ilyen grassroot dolgok legyenek, hogy belülről a fejlesztők is például előjönnek olyan dolgokkal, ami számuk, vagy szerintük szabadalmaztatható a technológiai szövegben. Gyakorlatban ez inkább úgy nézett ki, hogy én így mentem és nézegettem, hogy mi az, ami lehetőség. Volt egy patent committee, ami ezt megvitatta, hogy mi az, amivel tényleg foglalkozzunk. Nyilván ez költség és energia a cégnek. És utána gyakorlatilag annyi történt, hogy én beszélgettem a fejlesztőkkel, összehoztunk egy draftot arról, hogy pontosan mit akar ez a technológia, mi az, amit mi ezzel elérünk, és mi az, ami ebben az újdonság. Kint San Francisco-ban egy
volt egy jogászunk, akivel ezt megbeszéltük, és ő az, aki beszervezett nekünk ügyvédi irodákat, akik kifejezetten szabadalmakkal foglalkoztak. Ők voltak a külsős tanácsadóink, akikkel meg lehetett beszélni, hogy ez mennyire működik, mennyire nem. Róluk azt kell tudni, hogy igazán képzettek technológiai szinten is, és jogi szinten is. És ez azért borzasztó hasznos, mert el lehet nekik magyarázni mondjuk azt, hogy a transcoding van még, vagy a streaming folyamat során milyen újdonságot gondolunk szabadalmaztathatónak, és ők ezt megértik. Ez így segít. Plusz meg tudják írni ezt úgy, hogy utána szabadalmi oda elfogadja. Ami azért egy elég húzós dolog. Olvastam egy pár ilyet, és így kemény angol. És utána lettek ezek a provisional patentök, amiből most három az, amelyik rendes kézzel foghatóvá alakult már azóta. Ügyvédekkel kapcsolatban, hát ez elején is egy picit aggódtam ettől a dologtól, különösen azon a részen, amikor ennek a folyamatnak van egy olyan eleme, amikor leülnek mondjuk a vezetőfejlesztők, vagy azok, akik ezt a technológiát a magukénak mondják, konkrétan az ügyvédekkel, és akkor megbeszélik a kérdéseket, hogy mi az, ami az ügyvéd számára nem világos, vagy mi az az info, amit mindenképpen szeretnénk betartani, és hát valami ilyesmire számítottunk mi is. Amit én kihagytam a számításból, hogy Kaliforniáról beszélünk, úgyhogy Skype-on így bezuhant a székbe egy ilyen fiatal, hasonló haj volt, mint nekem, kockás, inges gyerek, és akkor így ő kérdezgetett tök jó dolgokat, úgyhogy picit leesett a kő szívemből, hogy akkor ez talán mégse lesz annyira bonyolult. Úgyhogy egy kicsit megválaszolva keltek az eredeti kérdését, hogy lehet ezt ilyen varázslények és vagy kapitalisták nélkül is csinálni. Igazából lehet, mondjuk Kaliforniában. És hogy ez miért jó a végére? Hát nyilván ez ugye a szellemi tulajdonvédelme dolog, ez most egy olyan kérdés, hogy nyilván erről a filozófia széles spektrumán ugye lehet erről vitatkozni, hogy ez most jó az emberiségnek, hogy van szabadalom vagy nem. A ténnyel nagyon nehéz vitatkozni, hogy Amerikában viszonylag sok van. És hogy ott, ha érvényesülni szeretnél mondjuk egy ilyen piacon, akkor nem árt, hogyha neked is van. Illetve nálunk ez most egy ilyen aktuális kérdéskör volt, hogy egyébként ez a szabadalmi portfólió, hogyha rendelkezel vele, akkor ez növeli a cég értékét. Tökre bejött. Illetve amiről lehet hallani, hogy Apple, Google, stb. És ilyen szabadalmi háborúk. Azt gondolná az ember, hogy ez biztos csak ők ilyen nagy halak között van. Nem annyira. Konkrétan a Ustream-nek is volt ilyen kalandja, hogy egyszer csak kaptunk infót arról, hogy bebereltek ezért azért, ami szerintük egy szabadalmat sértett. Nem lett belőle egyébként komoly dolog, és a kinti ügyvédünk intézte, tehát sok rálátásom nincs, csak abból a szempontból fontos, hogy ha egyszer az ember ott van a piacon, és bármekkora is, de egy kicsit nagyobb, mint egy veréb cél, akkor ezek a trollok azért így betámadnak, mi van, ha alapon. Nem tudom, hogy mennyire voltam tök gyors, mert így egyben nem volt meg az előadás sose, úgyhogy kérdezzetek. Nem tudom, mennyi. Pont egy másfele. Húha! Hát akkor így osztozatok valahogy a... nem tudom. Ezt, ha tudnám, sem biztos, hogy megmondhatnám, de nem tudom. Mi volt a kérdés? Hogy milyen óradíjunk volt a Kalifornia ügyvédeknek? Szállottak két szakorát. Szállottak két szakorát. Akkor valaki jobban vágja, igen? Nekem egy dolog nagyon hiányzott a prezentációk, és a szabadalomnak ára van. Mint nem beszélünk erről, már mint a dolláros árak, hogy van egy nagy ára, 20 évon után falfonikál gyakorol a technológiát. Ez a szabadalom lényege. Ezt adja neked az állam. Ezzel mi a fel vagyunk? Vagy ez egy ilyen mellékhatás, amit foglalkozunk, és nem az a cél? Hát alapvetően mellékhatás. Hát ugye a szabadalom maga olyan, hogy az egy feltétel a szabadalomnak, hogy úgy írd le az adott dolgot, hogy ez egyértelmű legyen egy szakmabeli számára, hogy azt a megoldást hogyan lehet alkalmazni. Hát ez alapvetően 20 év múlva lesz probléma. Tehát problémaként kezeljük. Nem kezeljük problémaként. Ez így van. Tehát hogy ezt nyilván tudjuk, amikor belemegyünk egy szabadalomba, hogy ennek ez az ára. 20 év múlva valószínűleg ez a technológia, ez nem az, ami
ahol ez úgymond problémaként fog előjönni, inkább akkor úgy mondom, mert 20 év az viszonylag sok erre. És akkor egy fel. Jó, fél kérdésem. Igen. Azt mondtad, hogy titeket már pereltek be. Ti mondjuk pereltek már, de nálatok sokkal kisebb és sokkal szimpatikusabb. Bár sok van ilyen, nem. Nem, ez alapvetően a talán látszik, hogy ilyen, hogy védekező pozícionálása. A fegyvert is így csinálunk. Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.